Csoda? Csoda. Maga a kezdet is, a fennmaradás folyamatossága, és a ma is hétről hétre készülő adás. Balassa Julianna első szerkesztőnk gondolatával köszöntöm sok szeretettel nézőinket 735. adásunkban. Mai műsorunkban először beszámolunk az Újvidéki Televízió magyar szerkesztőségének aranyjubileumáról, mely mellékletet maga az ünnepelt média bocsátotta rendelkezésünkre. Ez alkalomból megjelent egy vaskos kötetű monográfia is, melyben a Magyar Percek tévéműsorunk is szerepel. A kezdő mondatot ebből a kötetből idéztük, hiszen műsorunk nagykorú lett, mert betöltötte 18. évét, mivel az első adást 1999 karácsonyán sugározta tévéházunk, ahogyan a szlovák műsort is. Reméljük, hogy minden nehézség ellenére, igyekszünk, hogy nézőink ezt ne igen vegyék észre, folytathatjuk a munkát, és továbbra is hétről hétre jelentkezhetünk. Adásunk folytatásában beszámolunk a Madéfalvi veszedelem 254. évfordulója alkalmából, Bonyhádon szervezett megemlékezésről, valamint a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének megtartott ünnepi közgyűléséről, amelyen jelen voltak a délbánáti egyesületek képviselői is. Az ünnepi megemlékezést egy székelyes disznótor előzte meg, amelyen főként az aldunai bukovinai székelyek íze szerint készültek az ínyenc falatok. A véres évforduló alkalmából Délbánátban, Hertelendi falván, a református imaház udvarán levő kopjafánál is elhelyezték az emlékezés koszorúját. Programunk befejező részében visszalátogatunk Fehértelepre, ahol a betlehemes találkozó alkalmából készített interjúnkban az Ady Endre Művelődési Egyesület elnökét, Alföldi Andrást az egyesületben folyó tevékenységekről kérdeztük. Mai 735. adásunkhoz mindenkinek jó időtöltést kívánunk! A Vajdasági Rádió és Televízió nagyszabású rendezvény keretében ünnepelte meg a televízió magyar szerkesztőségének 50 éves évfordulóját, az aranyjubileumot. Az ünnepi műsorban az elmúlt 50 évre emlékeztünk vissza, 10 éves periódusokra felbontva a fél évszázadot. Az egykori és a jelenlegi kollégák mellett vendégfellépők is helyet kaptak a műsorban, és gazdag archívumunkból is láthattak néhány összeállítást a vendégek. Az ünnepi műsort a Vajdasági Televízió 2-es csatornáján és az interneten is követhették nézőink. Az elődeink eredményeihez, sikereihez kell mérnünk a teljesítményünket, és egyúttal törekednünk kell arra, hogy az esetleges hibáikat ne kövessük el újra. Egy közszolgálati médium első 50 éve után hatalmas a mi szerkesztőségünk felelőssége abban, hogy a következő 50 évre is olyan büszkén tekinthessenek vissza az utódaink, mint ahogyan ezt mi tesszük-e jeles évfordulón. Ehhez viszont nem elég a szerkesztőség erőfeszítése, szükségünk van önökre, nézőinkre is. Az aranyjubileum alkalmából megnyílt a televízió fél évszázados történetét bemutató kiállítás az M-stúdió előcsarnokában. Megjelent a szerkesztőség monográfiája, amelynek ötletgazdája és szerkesztője Kartag Nándor nyugalmazott újságíró. Az egykori kollégák is szívesen emlékeznek vissza arra az időre, amikor a szerkesztőség munkatársai voltak. Történelmi léptékkel mérve nyilván ez nem egy nagy időszak, de egy televízió életében bizonyára az, és hát én nem tudom, hogy van-e a környező szomszédos országokban olyan kisebbségi tévé, ami 50 éves. Nagy élmény számomra, hogy 25 év után ismét itt lehetek Újvidéken. Én a karrieremet a külpolitikai szerkesztőségben kezdtem, 1986-ban, nagyon rég volt, és nagy öröm számomra, hogy itt találkozhatom olyan kollégákkal, akikkel akkor együtt dolgoztam, sokan már nyugdíjban vannak. Általában az Újvidéki Televízió magyar szerkesztőségét hagyták dolgozni. Én nem emlékszem, hogy komolyabb politikai problémáink lettek volna. Az volt az érzésem sokszor, hogy nem tudnak velünk mit kezdeni, és inkább ránk adják. Ennél fogva tényleg
mindennel foglalkozhattunk, ami az eszünkbe jutott. Meg is tettük. A tegnap estéről készült beszélgetéseket két külön műsor keretében is láthatják nézőink január végén és február folyamán. Az évforduló alkalmára megjelent egy 630 oldalas monográfia, amelyben minden fontos eseményt igyekeztek bemutatni, hangsúlyt fektetve a munkatársak tevékenységére. A Magyar Percek tévéműsorunk a Más Vajdasági Televíziók című fejezetben szerepel, és a felsoroltak közül Mozaik TV, Panon TV, Mi vagyunk a legöregebbek. Ahogy a kötetben is áll, nagykorúak lettünk. Január első hétvégéje minden évben a bukovinai székelyek találkozásának időpontja. Ugyanis ebben az időszakban tartják meg a bukovinai székelyek országos szövetségének küldött gyűlését, egyben megemlékezve a Madifalvi veszedelem évfordulójáról. Január 7-e a bukovinai székelyek történelmében olyan emlékezetes nap, amelyre 254 év után is méltón emlékeznek és nem hagyják feledésbe merülni. Az idei küldött gyűlést egy székely disznótor előzett meg. Január 6-án a Bonyhádi Székelyház udvara benépesedett a munkára felkészült böllérekkel és segédjeikkel, akik különböző bukovinai székelylakta településekről érkeztek, többek között az Aldonáról is, Székelykevéről, Sándoregyházáról, Hertelendi falváról és Pancsováról. A hagyományos disznótor még éle közösségekben, így nem volt nehéz összehangolni a munkát, mindenki ügyesen vállalta a rábízott feladatot, és a nap végére elkészültek a hagyományos inyenc disznótoros falatok. Az esti közös vacsora alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte az egybegyűlteket. A nap táncházzal zárult, ahol mindenki kedve szerint tanulhatta vagy gyakorolhatta a tánclépéseket. 1764. Januári tiradóra, de sokártatlan székelyvér, ma défalván hull a hóra. Vértől piros az olt vize, piros víz foly a Dunába. Aki onnan el tud menni, bojdosik a nagy világba. Szegény székely járva népen, maga veszedelmét látva, léte még jut javulásra, bojdosik. Január 7-én a nap a Madifalvi veszedelemre való megemlékezéssel kezdődött a Bonyhádi Emlékparkban, ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár mondott ünnepi beszédet. Írtottuk újra sarjat, s amit kivágtunk, csontkeményre száradt, sziklázva ugrott vissza róla a fejszéjére. A tüze szinte oldhatatlan, víradatig tartom parázsot. Nem láttam én még fában ennyi önvédelmet és konokságot. Ma emlékezni jöttünk. Így teszünk évről évre ezen a napon, szeliden fejet hajtva őseink előtt, akik immáron 254 éve a mai nap hajnalán haltak ősi halált Madéfalván. Azon a hajnalon odaveszett a magyarságunk egy darabja. Az értelmetlen halált halt mártírok, köztük nők és gyermekek emléke azonban tovább él bennünk, utódaikban. Az imént idézett Kányádi Sándor sorai hülyen tükrözik székelységünk mi voltát. Azt, hogy a történelem viharai bárhogy tépázhatnak bennünket, bármilyen elnyomó hatalom próbál eltiporni, mi szilárdan helytállunk, és képesek vagyunk megőrizni, amit felmenőink örökül hagytak ránk. Ha lehet így fogalmazni, ez a konokság, szívóság, a szabadság és önrendelkezés iránti oldhatatlan vágy a székelység titka. Ez kovácsolt bennünket egységbe évszázadokkal ezelőtt, és
ennek köszönhetően tudtunk és tudunk a megpróbáltatások után is fennmaradni a mai napig is. A mai napon együtt emlékezünk itt Bonyhádon, bonyhádiak, környékbeliek, erdélyiek, vajdaságiak, mi bukovinai székelyek, 1764. január 7-e fordulópont volt a múltunkban. Ez a dátum a székelyek mészárlásaként vonult be a történelembe. A Habsburg udvar elleni lázadás miatt több mint 200-an veszítették életüket a vérfürdőben. Az ezt követő időszakban pedig ezrek keltek útra, régi életüket hátrahagyva, gyökereiktől elszakadva, kerestek új otthont. Így jutottak el Bukovina területére, ahol új hazára és új reményre leltek. A vadéfalvi vérengzés régi világunk végét és az új világunk kezdetét jelentette. Talán nincs még egy olyan magyar népcsoport, mint a bukovinai székelység, akik ennyi hazát jártak volna meg, ennyi telepítésnek, kitelepítésnek lettek volna az áldozatai. A mai időpont nem csak a mészárlásnak az időpontja, hanem a bukovinai székelység történetének a kezdete, vehetjük úgy is, hogy nekünk, bukovinai székelyeknek a születésnapon. Tisztelt emlékezők, kedves vendégek, a székelység a magyarság testének elidegeníthetetlen és fontos szerve. Rész az egészben, legyen szó határainkon belül, vagy azon túl élőkről is. Számunkra ebben nincs különbség. Ezt követően a jelenlevők elhelyezték a kegyelet koszorúit a kopjafánál. A megemlékezés ünnepi szentmise keretében folytatódott a Kismányoki templomban. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének küldött gyűlését megelőzte a székelyházban kialakított, Lőrinc Imréről elnevezett díszterem ünnepélyes avatója. Felsütött a nap a síkra, minden ember a blokkjába. Ja, Istenem, mi az oka? Az enyémre nem süt soha. S búcsúzik a kicsi fecske, mikor beszáll kis fészkébe. Kicsi fészkét itt kell hagyni, jő a hideg, s el kell menni. A mai időben is, amikor erről beszélünk, erről az épületről, meg arról beszéltünk, ugye, hogy a bukovinai székelyek mind mentek keresztül, ha nem lettek volna ilyen elgondolásba, és így nem éreztek volna együtt egymásért felelősséget, ugye már az egyiknek szekerkéje volt, a másiknak tehenkéje, és összeraktás, elindultak vele, mert így történt. Ugye Lőrinc, illetve Imre bácsi is hasonló képet mondott el, még abban az időben, hála Istennek volt szerencsőnösnek. Tehát erről szól, és erről szól ez az épület is, hogy legyen egy közösségnek egy otthona, ahol össze tudunk jönni, hiszen ugye volt két válaszfal, de aki itt volt tavaly, látta, hogy ugye el voltunk választva, tehát mégse voltunk együtt. Szükség van arra, hogy egymásra találjunk. Na most hát bízom benne, hogy ez is fog segíteni abban, hogy egymásra találjunk, együtt tudjunk lenni, és együtt tudjunk örülni. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt a fajta hidat akár családjába keresztül, akár a kisebb vagy nagyobb közösségen keresztül, a szövetség is erre törekszik, hogy egyfajta kapcsolatot tudjon összehozni, hiszen a tegnapi programunk, ugye a disznóvágás is erről szólt, sokan megkérdezték, hogy hát mit kell segíteni. Nem a segítés, mert levágja 10 ember, és megvan, hanem arról szól, hogy jöjjünk össze, és beszélgessünk, és érezzük magunkat otthon. Hát mindenkit arra azt kívánom, hogy érezze magát itthon, és végre találjunk egymásra. Köszönöm szépen! A küldött gyűlés már a megszokott rendben zajlott, amelyen jelen voltak a tagegyesületek képviselői Magyarországról, Dél-Erdélyből és az Aldunáról. Az újabb találkozás és a tartalmasan együtt eltöltött napok emléke megerősíti a tagság együvé tartozását és megmaradási szándékát. Régi szokáshoz híven, hogy a bukovinai székelyek által lakott településeken gyertyát gyújtanak vagy koszorúznak a madéfalvi vérengzés emlékére, a hertelendi falvi református imaház udvarán
január 7-én a délelőtti istentisztelet után a gyülekezeti tagok elhelyezték az emlékezés koszorúját az ott felállított kopjafánál. A fehértelepi Ady Endre Művelődési Egyesület elnökét, Alföldi Andrást az ott megrendezett betlehemes találkozó alkalmával kértük mikrofon elé. A nagyszabású rendezvényről már beszélt műsorunkban, most pedig közreadjuk az interjú azon részét, amelyben az egyesületben folyó tevékenységekről beszél. Hát most a momentálisan az egyesületünkben a tánccsoport, ami a legaktívabb, na, a szavaló csoport is az, na, úgy, olyan rohamokban, ugye még mikor valamikor valamire készülünk, ahol versekkel bírunk, akkor a szavaló csoport is bekapcsolódik, na, de a táncsoportunk is a legaktívabb. Fölléptünk az idén, én azt hiszem, egy 10 alkalommal. Voltunk a Gyöngyös-Bokrétán is, ami ennek a kis falunknak nagyon-nagyon nagy kihívás is volt. Sikerült angazsálni két profi koreografust, a Reszicki Rolandot és Csilla Vázsonyit. Na, velük továbbra is folytassuk az együttműködést, mert ugye most van egy koreográfiánk, ami olyan körülbelül 6 perc, nem szeretnénk egy olyan 9-10 percre, úgyhogy még egy nótát, ilyen frissebb, mert a szatmári táncot tanulják a gyerekek. Az idén vettünk nekik komplett viseletet, szatmári viseletet, a lányoknak vettünk cipőket, na, a gyerekeknek, a férfiaknak szóval maradtak az öreg csizmák, na, de hát még járják benne, még azért hallom, a színpad elég jó ropog, addig még lehet. És milyen pályáztak ezekre az öltözékre, és a koreográfusok miből tudják ezt finanszírozni? Na, a koreográfusokra pályáztunk, az MNT-nél volt egy pályázat a koreográfiára, ottan kaptunk 40 ezer dinárt, na, de hát ez nem 40 ezer dinárba került nekünk, ez belekerült olyan nagyszerűen kiszámítottam, olyan 140-150 ezer dinárba biztos, mert minden hónapban jönnek le egy hétvégére, szállást kell, kosztat kell nekik biztosítani, és a gyerekeket ugye tanítsák egész nap, akkor szombat egész nap is, vasárnap délig, akkor mennek a próbák, akkor nincs megállás, mert ugye messze is vannak, Ada nem itt van, ugye mikor lejönnek, akkor vagyis. Na, meg hát így a saját erőnkből ismert ilyen bálakat rendezünk, és innen az a kis jövedelem, ami bemegy, azt mind a tánccsoportra, a gyerekekre fordítsuk. Na, a viseletekre sikerült a Versecvárosnál pályáznunk egy pályázat, amin kaptunk 80 ezret. Na, de a viseletek olyan 100 ezer dinárba kerültek. A Jaromazov Clementina, aki varta az összes viseletet, úgyhogy nagyon meg vagyunk vele elégedve. A Gyöngyös-Bokrétán is a zsíri, ami volt a viseletikre, nem volt neki semmilyen kifogása a viseletikre, úgyhogy eltalálta tényleg. Hát azért van önő, ugye, hogy tudja, hogy a szatmári viselet hogy kell kinézzen. Mert ugye megvan, én akkor láttam először, ugye, hogy a szoknya nem szabad, mikor a lányok, hogy befelelebben jön, hanem az muszáj, hogy álljon, meg minden, amikor megnéztük a CD-t, tényleg nálunk a szoknyák úgy mennek, ahogy kell, ugye. Hányan vannak a tánccsoportban? Hányan működnek egyáltalán a Művelődési Egyesületben? A Művelődési Tánccsoportja mostnak 14 tagja van, úgyhogy kicsit több van a lány, na, de ezt megoldottuk a koreográfusokkal, úgyhogy nem olyan a koreográfia, hogy lány férfivel muszáj menjen, megy lány lányjal, és meg a koreográfiánk olyan, hogyha véletlenül valaki lebetegszik, hogyha hiányzik, bírjuk pótolni, bírjuk mink is egy kicsit, ugye kiigazítani a koreográfiát, úgyhogy föllépésről föllépésre, ha valaki gyere kimarad, ugye mink azt, lépésben mindjárt azt pótoljuk, igen. Van-e még együttműködés a másik délbánáti művelődési egyesületekkel, hiszen azelőtt a tánccsoport úgy működött együtt, hogy másokhoz csatlakoztak és együtt léptek fel? Hát mostan momentálisan nem működünk együtt, mert tudom, hogy a Pancsói Petőfivel volt, a Verseci Petőfivel is volt ilyen együttműködés, de mostan a fehértelepiek önmaguk mennek, önmaguk csinálják ezt a koreográfiát.
Látom, hogy versenyen is ez egy kicsit ilyen probléma a gyerekek, a fiatalok, mert ugye sokan elmentek külföldre, a szülők nem nagyon kedvelik éppen ezt a magyar táncot, ugye most vannak vegyes házaspárok, ugye ez is egy kicsit problém, el vannak szervesedve a gyerekek, jobban hallgatják a szerb zenét, ezt a modern zenét, ugye, amit mondjuk a rockot, meg mit tudom én, mint hogy a magyar népzenét. Na de nekünk sikerül így a Kultúregyesület munkáján köröztül ugye a gyerekeknek megismertetni a magyar népzenét. Látom most is a koncert, a Mentés Másként trió, ez is egy jó példa arra, hogy a gyerekek megismerik a magyar népzenét. Kedves nézőink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Idén, január 12-én már megtartották Zentán a Vajdasági Központi Ünnepséget és a Kárpát-medencei Kulturális Fórumot. Az ünnepség keretében átadták a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség díjait, valamint kihirdették a Vajdasági Szép Magyar Könyv 2017 című pályázati eredményét. E jeles eseményről következő műsorunkban számolunk be. Mai adásunk ismétlését vasárnap este 8 órakor láthatják, új műsorral pedig mához egy hétre, csütörtökön délután 12:30-kor jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!